illetve van egy jövővel kapcsolatos bizonytalanság, amiben benne van a háborútól kezdve az infláción át elég sok tényező. Szeretnének valamilyen hitelt felvenni, amit látnak, az nem tetszik. Jó, egyharmada eltűnt az ingatlan piacnak az elmúlt időszakban. Tíz éves mélyponton a lakosság lakáshitel felvétele. Ennek okairól és lehetséges következményeiről beszélgetek Sándorfi Balázzsal, a Bankmonitor ügyvezetőjével. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Hát ok bizonyosan sok van, hogyha az ember elkezd logikusan józan parasztésszel gondolkodni, akkor háború van, infláció van, az emberek nem akarnak lakásba befektetni, lakást cserélni, mert azt gondolják, hogy nincs elég pénzük, vagy tényleg nincsen, de van ennél ilyen exaktabb, jobban körülírható oka annak, hogy az emberek nem vesznek föl hitelt? Igen, akkor mielőtt megválaszolnám egy icipicit, hogy értse minden néző, hallgató a statisztikai hátteret, hogy ez a 10 éves mélypont mit jelent. Ugye azt vizsgáltuk meg, hogy a lakáshitel felvételi volumen, amennyit aláírnak és konkrétan a bankok kihelyeznek a lakosság számára, az hogyan alakul. Viszont ugye 20 éves időtávon ezt nem tudjuk nominálisan vizsgálni. Megnéztük ezt a lakásárak változásával kiigazítva, hiszen ha drágább a lakás, akkor ahhoz több hitel is kell, és ezen lakásárváltozással kiigazított hitelfelvétel az, ami 11 éves mélyponton van, és hogy miért, abban valóban nem látunk túl sok csodát, hiszen nálunk jobb helyzetben lévő országokban is nagyon komoly, akár 40%-os visszaesésről beszélhetünk 2022-höz viszonyítva. A környező országokban is van 50% meghaladó visszaesés. Magyarországon egyébként a visszaesés az 60%-os is, illetve egy kicsit a fölötti volt a tavalyi évhez 22-höz képest. Itt a nagy visszaeséshez azért az is hozzájárul, hogy 2022 első felében még ott volt az MNB-nek a zöld hitelprogramja, ami fix 2,5%-on 300 milliárdot jelentett a hitelfelvevőknek, ugye, amire borzasztó nagy kereslet volt. És miért esett vissza? Ugye több dolog, azt gondolom, hogy a magasabb kamatszint, erre azóta történtek válaszok, tehát a magasabb kamatszint miatt ugyanannyi hitelért többet kell havonta visszafizetni a lakosságnak, illetve van egy jövővel kapcsolatos bizonytalanság, amiben benne van a háborútól kezdve az infláción át elég sok tényező. Hogyha megnézzük, és ugye te az adás előtt kijavítottál engem, hogy nem a lakosság hitelfelvételi kedve csökken, hanem effektív a nominális hitelfelvétel, arra lehet választ adni egyértelműen, hogy vennének-e fel az emberek hitelt optimálisabb kamatkörnyezetben mondjuk? Ugye mi rendelkezünk egy olyan indikátorra, hogy a weboldalunkon hányan kalkulálnak, hányan nézik meg, hányan számolnak azt illetően, hogy milyen lakáshitelt kaphatnának. És mondjuk egy 60-70%-os hitelpiaci visszaesés mellett egy ilyen 10% környéki kalkulációszám visszaesést látunk. Tehát a kettő között egy borzasztó nagy szakadék nyílt, azaz az emberek vizsgálják azt, hogy ők mennyiért, milyen hitelt kaphatnának. Tehát a szándék ott van, hogy ők szeretnének valamilyen ingatlan célt megvalósítani, ehhez szeretnének valamilyen hitelt felvenni, amit látnak, az nem tetszik. Sok olyan emberrel is beszélünk, aki azt mondja, hogy még meg is kapná azt a hitelt, fel is venné, de mondjuk nem szeretné felvállalni azt a havi kötelezettséget, amit a hitel jelent. Jelent ez neki most mondjuk havonta 200 ezer forintot, lehet, hogy ő kifizetne havi 130 ezer forintot törlesztőbe, de 200-at már nem. És ezért azt mondja, hogy ő elhalasztja, nem lép az ügyben, visszatér következő hónapban is, megint számol, folyamatosan vizsgálja a piacot, de egyelőre amit lát, nem tetszik neki. Vannak olyan gazdasági szakértők, vagy olyan tanácsadók, akik azt mondják hosszú évtizedek óta, hogy hát itt van most jelen esetben az ő véleményük szerint a legideálisabb hitelfelvételi pillanat, hiszen rekordmagas az infláció. Rekordmagas inflációnál hatalmas kamat van, beesnek az ingatlanárak, és bár magas kamattal vesz fel hitelt, de hát az évek múlva a kamatkörnyezet változásával refinanszírozható, és gyakorlatilag ő előre lépett, és körülbelül 5-10 éve megelőzte a versenytársait. Igaz ez? Vannak, akik így gondolkodnak? Hát több dimenziónak futottunk neki az előzőekben. Ugyebár az infláció az rekordmagas
volt. A kérdés az az, az ugye úgy néz ki, hogyha az infláció alatti kamatszintet fizetünk a banknak, akkor kvázi, amikor mi visszafizetjük a pénzt a banknak, akkor az kevesebbet ér, mint amikor felvettük. Erre épül az a logika, hogy de most lehet felvenni, hiszen úgyis elértéktelenedik. Viszont egy csökkenő inflációs pályán vagyunk, és ezek a hitelek, amiket felveszünk, legalább 10 évre rögzített kamatozással és bírnak. Így. És most már azért be fogunk jönni a következő 1-2 hónapban, be fogunk jönni 10% alá, és most azért 7,5%-os kamaton veszünk fel lakáshitelt. Egyébként és itt jön be a gondolat, mert második fele a refinanszírozás, hogy hát hiszen miért kéne nekem 10 évig ugyanabban a hitelben senyvedni, amit felvettem mondjuk 7,5-8-9%-on. De azért itt megjegyezném, hogy a Magyarországon az átlagos ügyfélnek a refinanszírozási affinitás ez borzasztóan gyenge. Mit jelent ez? 2021-ben azzal volt tele a sajtó, hogy fordulni fog a kamatkörnyezet, emelkedni fognak a kamatok, akinek változó kamatozású hitele van, az ugyan tegye meg és cserélje le fix kamatozásúra, STB. Hány százalék csinálta meg? Töredék, pár százalék, 3-4% tette meg, ez semmi gyakorlatilag. Igazság szerint ténylegesen van egy várakozás ma, hogy csökkenni fognak majd hosszabb távon a kamatok, és lehet refinanszírozni. Ezzel kapcsolatban azért van egy rossz hírem, hogy én azt gondolom, hogy a következő hónapokban, és nem hosszú távról beszélek, a következő hónapokra vonatkozóan én nem nagyon látok. Nem nagyon látom azt, hogy a mainál lényegesen alacsonyabb lakáshitel kamatszint elérhető lenne. Ennek rendkívül sok oka van. Az első talán is a legfontosabb, hogy a nemzetközi piacokon, értem ez alatt a német vagy az amerikai kamatszinteket, releváns kamatszinteket érdemben emelkedtek, 1% vagy 1% fölötti mértékben emelkedtek, úgyhogy ezeken a piacokon is csökkenést vártak. Na most, hogyha a nagy gazdaságok kamatszintje emelkedik, és itt 10 éves kamatokról beszélek, nem a rövid kamatokról beszélek, akkor az ugye elkezdi bezárni az ollót a magyarral, és mi nem mehetünk alá. Tehát van egy támasz. Csak hogy lefordítsam a hétköznapi ember számára is. Ma Amerikában egy 10 éves kamatrögzítésű lakáshitelt felvenni átlagosan 7,0-7,2%-on lehet. Ma Magyarországon ugyanez a mutató 7,5. 0,48% van a kettő között, miközben infláció között szakadék. Ma egyébként ugyanazon a kamatszinten tud felvenni az átlag ügyfél lakáshitelt, mint amennyiért az állam vesz fel egy 10 évre fixált hitelt. Ezek mind az amerikai, mind a magyar állami hitelfelvételhez viszonyított kamat összehasonlítás azt mutatja, hogy itt túl sok tér lefelé már nincs. Tehát a kamatplafon hozott még egy lépcsőt lefelé, és ha és amennyiben a külső környezet nem változik, vagy Magyarország nem kapja meg az EU forrásokat, akkor én megmondom őszintén, hogy nem látok semmilyen olyan okot, hogy a ma elérhető kamatszintek, lakáshitel kamatszintek lényegesen alacsonyabbak legyenek egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy négy hónap múlva. Igen, ugye nyilvánvalóan a refinanszírozást itt akár hosszú távon is lehet érteni, hiszen ezek 5-10, akár 20 éves törlesztésű hitelek. Mi a helyzet az EU-s forrásokkal? Egy picit itt felkaptam a fejem, hogy ez milyen módon befolyásolja mondjuk a magyar kamatkörnyezetet? Hát két lépésben nagyon egyszerűen, ugye, hogyha van egy érdemleges EU forrás beáramlás, amit ugye ezek nem visszafizetendő pénzek, tehát bejönnek az országban növelik a devizatartalékot, csökkentik az ország kockázati szintjét, és a kockázati szint csökkenésével párhuzamosan az megjelenik a kamatokban is. Ilyen végtelenül egyszerűen. Térjünk akkor vissza az okokra, mert ott elkanyarodtunk. Igen. Rögtön a legelején. Mik a legfőbb okok arra, hogy a hitelfelvételek száma csökkent? Rendben, van háború, beszéltünk róla, van infláció. Mi a helyzet például mondjuk a csoknak a kivezetésével? Mi a helyzet a babaváró hitelnek a szigorításával, részbeni kivezetésével? Tehát mik azok az úgymond állami döntések, vagy kormányzati döntések, amik mondjuk ezt még pluszban lefele tolhatták? Hogy mondjam,
Az állami döntések, a CSOK átalakítása, illetve a babaváró átalakítása, ami 2024. januártól jön, hogy a CSOK vonatkozásában kizárólag kis településeken 5000 fő alatti lehet igénybe venni majd CSOKot, babavárónál pedig 30 év alatt kell, hogy legyen a házaspár hölgytagja ahhoz, hogy igénybe tudják venni. És ez valljuk be, hogy a mai magyar társadalomban ez rendkívül kis részét érinti most már a gyereket vállaló édesanyáknak. Hát ugye mi megnéztük visszafelé a statisztikákat, a babaváró igénylések egyharmada 40%-a volt 30 évnél fiatalabb hölgytaggal rendelkező. Mindenféle, én egyébként megmondom őszintén, megdöbbentem, hogy ez ilyen nagyon magas arány, de mindenképpen akkor kisebbségben voltak ezek. Kisebbségben. Na de visszatérve az alapkérdéshez, tehát ugye van a támogatások és támogatott hiteleknek van egy szigorítása 24-től, ennek egyébként növelnie kellene a lakáshitelkeresletet, hiszen... Pont most rövid távon, hiszen még az utolsó pillanatokban vannak. Abszolút, pont most rövid távon, hiszen ez több millió forintnyi finanszírozási hátrányt jelent majd 24 januárjától azoknak, akik ma jogosultak, januártól pedig nem jogosultak. Ez több millió, esetenként akár 10 millió fölé is mehet a finanszírozási differencia, tehát ennek növelnie kéne a hitelfelvételi kedvet. Látjátok ezt a trendekben, akár mondjuk nálatok a kalkuláció számokban, hogy még az utolsó pillanatban próbálnak becsusszanni ebbe a december 30-ig tartó időszakba, mert azért ennek nagyon sok feltétele van, és hogyha az ingatlan piaci trendeket nézzük, ott ez nem nagyon látszik, hogy a babavárót nem kötelező rögtön elkölteni, tehát a CSOKhoz kellene egy élő adásvételi szerződés. Na most az ingatlan piac még mindig Sipkerózsik álmát alussza. Úgy tűnik, mintha ezt nagyon sokan elengedték volna, és vagy leköltöznek egy 5000 fő alatti településre a falusi CSOKkal, vagy pedig azt mondják, hogy hát akkor ott megette a fene. Úgy is lesz majd valami. És ez fontos kérdés, ez majd a következő kérdésem lesz, hogy pótolni fogja a véleményed szerint valami a CSOKot, mert erről volt már szó kormányzati szinten, de egyértelmű választ még nem kaptunk. Tehát, hogy láttok-e ti bármilyen mozgolódást? Oké, a mozgolódást, élénkülést látunk, viszont az élénkülés mértéke sokkal kisebb, mint amennyi a változásokból indokolt lenne. Ez az, hogy élénkül 15-20% környékén a piac, az nem felel meg annak, hogy nagyon sok család több millió, esetenként 10 millió forint fölötti hátrányba fog belépni 24 januárjától. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek egy kicsit félreértelmezik, és ez szerintem nem egy tudatos döntés. Miért? 2022 végén hosszabbította meg a babavárót a kormány. Gyakorlatilag 2022. december 27 vagy 28-án jelentette be a kormány a hosszabbítás részleteit, és az volt az érdekes, hogy november végéig, mintha mi se történt volna. Egészen egyszerűen a lakosság nem tudta, hogy milyen feltételekkel és hogyan fog folytatódni, mégsem volt egy ilyen kapuzárás előtti roham. Ahhoz, hogy a roham meginduljon, ahhoz nagyjából be kellett lépnünk a decemberben, és december első napjai elteltek, mire realizálták, hogy hát itt valami meg fog változni. Magyarul túl későn reagált a lakosság. Csak itt megint van egy rossz hírem, hogy mondjuk egy adásvételi szerződést tető alá hozni ahhoz, hogy a CSOK-igénylést beadja egy család, ezt nem fogják tudni megtenni egy hét alatt, hogyha még nincs meg az ingatlan. De még akkor sem biztos, ha megvan az ingatlan. Hát még akkor sem biztos, akkor egy picit könnyebb a helyzet, de meg kell találni az ingatlant. Az adásvételi szerződésben meg kell állapodni, jogilag elő kell készíteni, és utána be kell adni az igénylést. Tehát az igényléssel azok fognak tudni élni, akik teljes körű igénylést tudnak beadni 2023. dec. 31-ig. Tehát kimondható az, hogy most október végén, aki nincsen már a célegyenesben az ingatlan kiválasztásánál, az nagyon valószínű, hogy ilyen időpressörbe fog kerülni. Tehát ott neki már gondja lehet majd, hogy ezt realizálni tudja. Én azt gondolom, hogy igen. Mi egy kicsit megengedőbbek vagyunk. Talán azt gondoljuk, hogy november közepe az az utolsó pillanat, amikor látjuk. Hát nagyon megengedő. Adtatok még neki két hét sanszot. Tehát innentől kezdve itt volt nálunk néhány hete Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője, akkor mindenkinek bújnia kell az ingatlan.com-ot, és hirtelen az ő napi forgalmuk fog a tízszeresére nőni, hogy mindenki megtalálja a vágyott ingatlan. Ugye ő elmondta, hogy hát a piacon van bőven kínálat. Az másik kérdés, hogy itt az ingatlanáraknak a mérséklése az csak néha történik meg a gyakorlatban, az irányárak tekintetében semmi esetre sem. Egyébként ez például elrettentő tud lenni, hogy mindenki azt hallotta, hogy
ó, hát majd csökkenni fognak az ingatlanárak, mert a kutya nem fog ingatlant venni, de hát az irányárakban, a hirdetési árakban ez nem látszik, hogy a valóságban mi a kialkudott ár, azt pedig nem tudják az emberek. Ez elrettenthet egyes embereket például mondjuk a lakásvásárlástól? Hát én azt gondolom, hogy ez egy való igaz, hogy nem feltétlenül tudja az átlagember, hogy mennyit tud alkudni az árból. Miért ezt egyébként lehet tudni? Nem csak az átlagember, ezt mondjuk egy szakértő tudja? Hát alapvetően ugye ott vannak a hivatalos statisztikák, amik azt mutatják, hogy per ma 5-7% közötti alku van az irányárból. De ugye ez azért megtévesztő az 5-7%, mert ezzel se tudunk messzire menni, mert az az utolsó hirdetési árhoz képesti alku, és ugye mire egyáltalán megcsörren a telefon, lehet, hogy előtte a hirdetési árat csökkentették már 10-15%-kal. Magyarul, ha egy ma hirdetési portára felvett eladó ingatlanhoz, én oda megyek, és megkínálom az eladót egy 15-18%-kal alacsonyabb árral, az lehet, hogy neki el kell fogadnia. De el fogja fogadni, vagy el kellene fogadni a józanalitás szerint? Tehát mondjuk teszem azt, az ember talál egy 100 milliós ingatlant, és azt mondja rá, hogy hát barátom, hirdeted már 2 hónapja, a kutya nem hívott föl, mert nyilván már különben eladtad volna, és azt mondanád, hogy van komoly érdeklődő, adok érte 85-öt, mit szólsz hozzá? Akkor a ma ingatlant értékesíteni vágyó tulajdonos azt fogja mondani erre, hogy igen, vagy azt mondja, hogy hát ne szórakozzon vele, mert 5% az még rendben van, 95-ről beszélgethetünk, de hát most ki akarja szúrni a szemet, rongyos 85 millió forint, mit ér az, ma már lehet belőle venni egy fagylaltot. Tehát, hogy én azt nem tudom, hogy ezek a számok, hogy 5%-ot, 7%-ot lehet alkudni, vagy amit régen mondtak, hogy a készpénzzel járó vevő az sokkal többet tud alkudni, ezek a trendek megvannak-e ma még? Én azt gondolom, hogy ez az elad, van egy olyan ingatlan piaci pszichológia, és ezért is rugalmatlan lefelé az ingatlan piac, hogy az eladónak éreznie kell azt, hogy nem csörög a telefon. És ha érzi, hogy nem csörög a telefon, ha már hetek óta nem hívta fel senki, akkor maximum az ingatlanosok, akkor önmaga fogja csökkenteni az árat, és önmaga fogja a saját bőrén tapasztalni azt, hogy ez nem adható el. Ugye ez az egyik tanulási görbe, a másik tanulási görbe pedig az, hogy elhiszi azt, hogy ez nem jelen piacon nem ér annyit. De kicsit én visszakanyarodnék az előző, vagy a kérdés első feléhez, hogy azért itt volt már egy érdemi árkiigazítás. 2022 közepén érte el az árcsúcsot a magyar ingatlanpiac. Azóta bekövetkezett egy nominális csökkenés, egy pár százalékos nominális csökkenés, plusz az infláción keresztül 20% fölötti csökkenésnél tartunk. 20%-nál nagyobb a reál értéken vett ingatlanpiaci árkiigazítás. Csak hogy ezt hogy tudjuk hasonlítani valamivel 2008 után, ahol egy nemzetközi bankválság volt, ahol olyan svájci frank hitelekben ültek a hitelfelvevők, ami napról napra égette őket, tehát nem tudták, hogy... Igen, ott rá volt a kényszerítve, hogy eladják az ingatlanjaikat. Na és akkor a reál értelemben vett kiigazítás, az hosszú évek alatt volt 35%. 35%. Most meg 20% fölött vagyunk már, picit több, mint egy év alatt. Tehát hát igen, ugye ott mostan és az akkori helyzet között az volt a különbség, hogy bár volt egy eladási kényszer, cserében nem volt extra magas infláció. Tehát ugye itt most az infláció okozza ezt leginkább, nem az eladási kényszer. Így van. Tehát ha valaki tovább akar lépni, akkor természetesen csökkenti az árat, de ugye csak a reál értékét csökkenti, ez nem a valós érték, nem a nominális érték. A nominális értéken néhány százalék csökkenést tapasztaltunk. Ez így van, ez 5-7%, inkább 7% környékén van, de ugye... A történelem lealkutta nekünk. Oké, tehát nominális ár, tehát hogy vagy valós, nekem nem feltétlenül a nominális szint a valós szint, hiszen amit megkap az eladó az abból az összegből, akár Magyarországon, akár külföldön, amit venni tudunk, az más. Tehát, és ez a pénznek a vásárló értéke, és ez egy effektív átárazódást jelent, akkor is, ha infláción keresztül, akkor is, hogyha az árcímke változik, de ez egy érdemi átárazódás már, és sajnos ilyen az ingatlan piac, hogy ott nagyon sokáig tartani próbálják az árat, és nem feltétlenül van egy viszonylag gyors kiigazítás, mint mondjuk a részvénypiacon, ahol akár egy nap alatt vagy fél nap alatt érdemben
át tud árazódni minden. Hát meg itt otthonokról beszélünk, ez lelki és büszkeségi kérdés. Már az pedig az én otthonom ennél sokkal többet ér. Meg tudom egyébként erősíteni ezt a rugalmatlanságot. Én másfél éve aktívan keresek lakást, és látom, hogy vannak olyan tulajdonosok, akik körülbelül másfél éve nem hajlandóak semmilyen alkura. De ugye arra beszéltél, hogy nálatok körülbelül 10%-os volt a csökkenés, ami a kalkulációk számát érinti. És ugye ígértem a kedves nézőknek, hogy beszélgetünk a lehetséges következményekről. Milyen következménye lehet ennek a hitelfelvételikednek hosszú távon a lakáspiacra? Mert én azt gondolom, hogy ez nem csak a használt lakásoknak a tulajdonos cseréjét határozza majd meg hosszú távon, hanem az új lakások piacát is. Tehát mondjuk nagy befektetések, nagy lakóparkunknak az építése fog-e nehézségekbe ütközni, vagy megáll-e úgy, mint mondjuk a 2008-as válság idején, irodaház beruházások és lakópark beruházások álltak évekig, mint ilyen betongerincek? Alapvetően azt látjuk, hogy minden válság környezet okoz egy nagyon gyors csökkenést az új társasházi beruházásokat illetően. A 2008-as válság után 75%-kal esett vissza az új lakásépítéseknek a száma. Most azt látjuk, hogy az építési engedélyek és a projektek száma már irgalmatlan dinamikával csökken, ez ezzel jár. A lakáshitelfelvételi kedv csökkenése, vagy nem kedv, a felvett lakáshitelvolumenek csökkenése pedig egyértelműen negatívan hat az ingatlan tranzakció számra, sokkal kisebb az ingatlanpiaci forgalom, jó egyharmada eltűnt az ingatlanpiacnak az elmúlt időszakban, és ebből nyilván több tűnt el hitelfelvevő oldalon, mint készpénzes oldalon. Én azt látom, hogy ez egy lassabb piac, szenvedősebb piachoz vezet, alacsonyabb beruházási volumennel, kisebb lesz a lakásállománynak a megújulása, egyébként sem túl vidám egyébként a magyar lakásállománynak a modernizáció szintje, tehát bőven ráférne az, hogy itt pörögjön a beruházás és az építkezések száma pörögjön. Bocsánat, hogy szabadba vágok, de abszolút értem meg a statisztikák alapján, értem, amiről beszélsz, de hát az elmúlt 10 évnek mégiscsak az volt a trendje, hogy nem meglévő házak helyére, van ilyen is, de sokkal kisebb százalékban építenek új lakóparkokat, lakóházakat, hanem barna mezős beruházás, vagy még a városnak a külső részére való terjeszkedés, vagy különböző nem használt területeken ingatlan fejlesztés. Tehát szó sincs arról, hogy meglévő társasházak vagy lakóházak helyére épülnének jobb energetikai besorolású, vagy más szempontból modernebb házak. Azok ugyanott vannak és rohadnak szét még 100-150 évig, ahogy tették ezt az elmúlt 40-50-60-80-100-150 évben. Hát azért láttunk egy elég szép számosságot lefedő panelfelújítási programot, mondjuk, hogy itt Budapesten, hogyha végig megyünk, lehet látni. Én magam is érdemben ilyenben élek, ezt alá tudom támasztani, abszolút. De ennek 10 éve vége. Oké, és emellett ugye itt volt a felújítási támogatás, ami egészen 21 elejétől 22 végéig azért meghatározó volt, és aki ezt érdemben mondjuk nem medenceépítésre használta, hanem modernizálásra, mind energetikailag, mind pedig egyéb szempontokból a saját lakását, az tudott ezzel élni, és érdemi forrást adott, tehát hogy... És ennek ellenére is nehéz, de valószínűleg egyetlen egy piacon sem úgy újul meg az ingatlan állomány, bármelyik országot is nézzük, hogy itt van most egy kerület, akkor itt most mindent lebontunk és mindent újraépítünk egy 100%-ban modern ingatlan állománya. Igen, de a véleményed szerint például miért maradt abba a panel program? Ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy az össztársadalom, még a benne élőket is beleértve, által lesajnált panelház felújításba belekezdtek, amitől Budapest leggyorsabban és legracionálisabb áron eladható ingatlanjaivá váltak a panelprogramos panellakások. Tehát miért volt szükség ennek a megállítására, hiszen országos szinten több millió, budapesti szinten több százezer ember él ezekben a házakban, amelyeknek az energetikai állapota tragikus, amik nincsenek felújítva. Ugye ott van tőlünk nem messze Óbudán a faluház, ami ugye még napelemet is kapott, de az, hogy elindult a szigetelése, illetve egyedi mérőket szereltek fel, ami most majd kötelező lesz egyébként minden háztartásra, az egy fantasztikus fejlődés volt. A mi ingatlanunk esetében ez úgy nézett ki, hogy szigetelés, egyedi fűtés, műanyag nyilázáró kedvezménnyel. Miért nem folytatódott ez a program? Hiszen ezzel mind az ingatlanállomány értékét, mind annak a
ingatlan szempontú, tehát nem pénzpiaci értékét is lehetett volna növelni. Én azt gondolom, hogy ez minden egyes pillanatban egy szabályozói társadalompolitikai kérdés, hogy kit és mit és hogyan szeretnék támogatni, preferálni, és hogy ezt kiterjesztjük-e, tehát hogy mondjuk a panel felújítási programot egy általános felújítás támogatásra cserélünk le, ez egy eltérő logika. Ez, megmondom őszintén, hogy ez gazdaságirányítási és leginkább politikai kérdés. Felújításnak ugyanis gyakorlatilag szinte minden ingatlan szegmensben ma Magyarországon van létjogosult. Igen, ezért hoztat pozitív példának nagyon ezt a lakásfelújítási támogatást, az ingatlan felújítási támogatást, 6 millió forint, amiből csak 3-at kell majd visszafizetni. Nagyon sokan éltek is vele, de mire elég ez mondjuk egy társasházban, ahol körülöttünk senki ezt nem akarja végrehajtani, a legtöbben azt mondták, többek között én is, hogy kidobott pénz lenne még újabb 3 millió forintot elköltenem, ugye 3-at pluszban megkaptam volna kvázi ajándékba, mert nem fog érdemi változást hozni, tehát ha én kicseréltetem mondjuk az elektromos hálózatomat, nem fog többet bírni, nem lesz kevésbé életveszélyes, mert körülöttem mindenkinek alumínium vezetéke van. Ezért nem is csináltattam meg. A szomszédok hálásak voltak, hogy nem fúrtuk a betont 100 méteren, de attól függetlenül végül majd az össztársadalom látja ennek a kárát. Oké, de ennek két dimenziója van. Az egyik az, hogy minden egyes társasházban van egy ilyen szappanopera jellegű történet, amit társasházi közgyűlésnek hívnak, és ott akkor mindenki bele tud egyezni pont abba, és pont azt szeretné-e. Ez szerintem eléggé halálosan néz ki, legalábbis azok, amikor... Ezért van demokratikus a panelprogram, hiszen ott mindenkit beszélgeteltek, ha akarta, ha nem. Igen, tehát hogy van ez a dimenzió. A másik dimenzió pedig az, hogy azért ez rengetegbe kerül. Tehát a csok felújítási támogatás, a panelprogram, bármit nézek, támogatott hitelektől kezdve, ez brutálisan nagy mennyiségű pénzről beszélünk, több száz milliárd forintról beszélünk évente. Az, hogy ez hogyan hasznosul, milyen gazdasági, társadalmi, egyéni szintű változásokat hoz, abban nagyon nagy kérdőjelek vannak, és az, hogy ez időnként változik, és szükségszerűen változik, azt gondolom, hogy ez nem is lehet máshogy, és nem beszéltünk még a csok jövőjéről, de most is egy olyan ponton vagyunk, ahol nagy valószínűség szerint elkerülhetetlen az újragondolása a teljes támogatási rendszernek. És még egy dologról nem beszéltünk, arról, hogy a kamatszint, ha csökkenne, akkor nyilvánvalóan változna a hitelfelvételi kedve, erről beszéltünk. De megjelent nálatok egy írás arról a 7 pontos javaslatról, amit többek között Nagy Mártonnak juttattatok el. Mi az, ami ebből a szempontból releváns az átlagember számára? Mit kértetek, hogy mit gondoljanak át a döntéshozók? Következő, hogy a piac hatékony működése szempontjából van az ár. Lakáshitel esetében a kamatszint. Oké. Ezt lehet kezelgetni. Most emellett van minden más szabályozói kérdés, és ugyebár ezt a programcsomagot a banki közvetítők, a hitelközvetítők szövetsége dolgozta ki, ami minden olyan elemet tartalmaz, ami nem árat érint. És mi azt gondoljuk, hogy például, hogyha a közvetítők hozzáférhetnének azokhoz a központi adatbázishoz, sokhoz, amik a hitelezéshez elengedhetetlenek, például KHR adatbázis, jövedelem adatbázis, STB, akkor nagyságrendekkel fel lehetne gyorsítani a hitelezési folyamatot. Hátránya senkinek nem származik belőle, kockázata senkinek nem nő, pusztán a folyamatot gyorsítja fel. Azt gondoljuk, hogy a közjegyzői folyamatot is érdemes lenne digitális alapra helyezni, illetve... És olcsósítani. Ugye itt egészen horrorisztikus árak tudnak kijönni. Egészen horrorisztikus árak tudnak kijönni. Az, hogy legyen az igénylési folyamathoz kapcsolódó digitális aláírás szabályozása, hogy mi és hogyan kerülhet digitális aláírás, az egy nagyon-nagyon fontos történet. Egységes szerkezetűek legyenek a hitelhirdetmények, hogy tehát ne lehessen, transzparensebbek legyenek a banki termékek. Ne lehessen úgy tenni, mintha jobb lenne, de a kisbetűnél kiderül, hogy tulajdonképpen ugyanarról van szó. Még csak nem is kell, hogy kisbetű legyen, lehet, hogy ugyanazt a tételt máshogy hívjuk, máshogy fogalmazzuk meg, sokkal nehezebbé teszi az átlagember számára a megértést.
És vannak itt még olyan dolgok, hogy ugye, amiről beszéltünk, hitelkiváltások könnyítése. Úgynevezett refinanszírozás ösztönzés tulajdonképpen. Azáltal ösztönzés, hogy könnyítik a folyamatot, átláthatóvá teszik egy átlagember számára is, hogy nézd meg, hogy ez nem egy ördöngösség, és te is jobban fogsz vele járni, és a bankod is jobban fog vele járni, hiszen te ki fogod fizetni a hitelt, és nem fogsz belebukni. Ha én mondjak egy gyakorlati példát, hogy mindenki értse, ahhoz, hogy egy hitelt ki tudjak váltani egy jobb hitelre, ahhoz nekem a meglévő hitelemről kell egy tartozási igazolás. Ez a tartozási igazolás ma máshogy néz ki A banknál és B banknál. Na de a legviccesebb az az, hogy van olyan bank, aki olyan tartozási igazolást állít ki, amit önmaga nem is fogadna el feltétlenül, mert ő más tartalommal várja el, amikor ő ad hitelkiváltó hitelt. Egy másik banki hiteléhez. Igen. Tehát, hogy egészen idézőjelben vicces gyakorlatok tudnak kialakulni a piacon, ami, és akkor nézzük meg, tehát 2008 után akkora volt a probléma a devizahitelezéssel, hogy ez egy teljesen érdemleges reakció, hogy egy nagyon erősen szabályozott piac alakul ki. Nagyon-nagyon erősen szabályozottá vált a lakossági hitelpiac a 2008-as válságot követően. Na de azóta már nagyon sok idő eltelt. Nagyon sok idő eltelt, tehát az aktuális szabályozásban lévő jó néhány elem ma már felülvizsgálatot érdemelne, és erre vonatkozóan fogalmaztunk meg javaslatukat. Érkezett erre válasz? A jelenlegi információnk szerint pozitív volt a fogadtatása, de a részleteket érintő válaszokig még nem jutottunk el. Hát bízunk benne, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy pozitív válaszokat kapjanak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm a meghívást. Önöknek pedig a figyelmet, igazán megtisztelő volt. Várjuk önöket a komment szekcióban, mert fontos a véleményük. Ha eddig még nem tették meg, csatlakozzanak az Economics különböző csatornáihoz. Viszontlátásra!